Aranyeső hújon néked, aranyeső a virágos éjjel. Aranyeső a szép kis házra, aranyeső a családomra. Hát kedves közösségünk, azt kívánom önöknek, hogy tessenek jajgatni még majd 30-40 évig, az majd lesz valahogy. Nagyon-nagyon jó mulatságot kívánok önöknek ma estére, szép időt, és köszönöm, hogy eljöttek ilyen szép számmal. Viszontlátásra! Együtt jajgassuk! Ön az első művész, ön az első előadó, aki azzal együtt, hogy megjajgatta a közönséget, hatalmas tapsot kapott. Na most ezt hogy csinálja? Hát én ezt nem tudom, ezt tudják úgy van, hogy sok mindent meg lehet tanulni, meg sok mindent meg lehet tanítani, meg is kell tanulni. Valamit nem lehet megtanulni. Például a jajgatás olyan, hogy azt nem szoktuk tanulni. Az úgy jön magától. Ösztönös dolog, vagy azért, mert nagyon örülünk valaminek, vagy azért, mert nagyon bánatosak vagyunk, vagy azért, mert fáj, vagy azért, mert jól esik. Ilyenkor az ember mindig jajgat. Ez az érzelmeknek egy olyan kifejezése, és ha ezt az emberekből kicsalom a tapsot, a jajgatást meg ilyesmit, akkor ez nekünk egy fokmérő annak, hogy találkoztunk a közönséggel. Hát most, ha nem vagyok talán nagyképű, akkor én azt gondolom, hogy találkoztunk a közönséggel. Sándornak azt mondtam, nem is mondtam, egyszerűen jeleztem, testbeszéddel, szöveggel, mindennel, irigykedtem. Hát lehet is, ilyen gyönyörű tánckora szerintem csak neki van ebben az országban. Látja, és ezt most nem nekem kell mondani, annyira jó, mert még azt hiszi, hogy hízege, pedig tényleg így van. Hogy csinálják? Köszönöm szépen, egész kicsi korunk óta táncolunk már, tulajdonképpen ez az életünk. Néptánccal kezdtük, aztán átváltottunk ebbe a műfajba, tehát ez tart minket fiatalon. Ah, tehát akkor ezért voltak néhány lépése, mint hogyha ismerőse jött volna valahonnan, mintha már láttam volna őket. A néptáncban nem valószínű, de emiatt, hogy táncos alapokat már megszereztük, emiatt könnyebb volt ezeket a majdnem ilyen autentikus jellegű cigány lépéseket elsajátítani. Azt mondja meg neked, de most halálkomolyan kérdezem, tehát ez most tényleg nem akarok poénkodni. Hogy a Manóban van az, hogy a cigányokat van, aki kedveli, van, aki nem kedveli, de mindenki csak cigány zenére tud mulatni. Hogy van ez? Van egyfajta cigány romantika, ami azt jelenti, hogy az, hogy cigány zene, az egy nagyon bonyolult dolog, mert a cigány zenét nagyon sok magyar muzsikus is játsza. A cigányzene pedig azért érdekes dolog, mert ugye a nagyon bőérzelmű, nagyon érzelembő, romantikus világ a cigányvilág. És a cigányságnak van egyfajta nagyon kedves romantikája is. Tehát mi szeretjük a cigány vicceket, a cigány kajákat, a cigány nótákat. A cigány mentalitást is szeretjük, ha az találkozik a mi saját mentalitásunkkal. Mint ahogy a magyarok köz is van olyan mentalitás, amit nem szeretünk, nyilván a cigányok köz, cigány mentalitásban is van, amit nem szeretünk, de azért a lelkünk mélyén, mondja, a nótában azt írta az egyik híres dalszöveg, hogy cigányok vagyunk a lelkünkben. Mert találkozunk a lelkünk bonyolultságával, találkozunk az érzelmeinket, nagyon jól kifejezzük a cigány romantikával, a cigány muzsikával, a cigány költészettel. Oh,
csak te szeresd a hangom én, cigánya szép. Csak te szeresd a hangom én, cigány asszony. Mik az igazi cigány lépések? Van egyáltalán? Létezik olyan, hogy igazi cigánytánc? Igazából a férfi tánc, az a cigánytánc jobban kiteljesedik, mint a női lépésben. Szerintem minimális, tehát nagyon korlátozott a lányoknak a tánc motívumai, mint a férfiakénak, úgyhogy ezt a keveset tudjuk csak ismételgetni. Ön a képzett táncos, a kezdőt látszik minden mozdulatokon. Nem érzik azt, hogy valami szóló műsorja is lenne igénye a közönségnek? Mert ezt én tudom, ezt halál komolyan mondom. Nem lehet szerintem csak szólóba, azt nem lehet időben olyan hosszan érdekessé tenni. Mindenféleképpen kell hozzá egy énekes, és kettő együtt kiegészítve tudja megmutatni magát. Hosszú fekete haj, sokár ez a csaj, túlságosan kiszaj, a lavéja megkisor. Hosszú fekete haj, sokár ez a csaj, túlságosan kiszaj, a lavéja megkisor. Olyan kamelos a barátom, olyan sugárcsávó belátom. Hosszú fekete haj, sugár ez a csaj, túlságos a kisztó, lovéja meg is tó. Tudja, hányan irigyeltek őt most a színpadon? És hogy? Az egész életben, hát hogyan van van-e? Hát hogy csinálja ezt? Hát egész életét ilyen szép hölgyekkel tölti. Üzenem a férfi világnak, hogy csak nyugodtan irigykedjenek, csinálják utánam. Az biztos, hogy én 40 év vagyok a szakmában, és mindig a legszebb lányokkal dolgoztam a színpadon. Tényleg szépek a lányok is, és büszke vagyok arra, hogy A-kategóriás táncosok. Tehát mind a legjobb táncosok voltak. Csak tudja, mi az érdekes? Hogy valamikor még ezeknek a lányoknak a nagymájával kezdtem táncolni a színpadon. Aztán az anyukáik is kiöregedett, aztán a lányaikat is már ugye lányok után is nézünk másik lányokat, mert ugye nekik fiataloknak szépnek elni. Én meg itt vagyok be öreg fiúnak, ugye, de a körülöttem lévő lányok azok szépek, mutatósnak lenni, mert azok a dekoráció, a színpad dekorációi, és ahogy ön is mondta, nagyon szépek. A menesket orvos jajba, tessék! Melyek azok a nóták, amiket a legjobban kedvel az előadásnak? Melyek azok a részei, amikben a táncosok oda tudják tenni magukat, hogy isten igazából? Igazából amit szeretek, az az első szám, ami volt a Cigányok a legjobb barátok, amiben azért annyira nem tudunk kiteljesedni tánc ügyileg, de a ki volt itt, ki állt itt be, ott már meg tudjuk mutatni azt, amit lépésben szeretnénk. Melyek azok a zenék, amiket a legjobban kedvel a repertoárjából? Számtalan dalt felénekelt már, számtalan slágere van, de mégis melyek azok, amiket mondjuk ott a fürdőszobában dúdolgat? A fürdőszobában nem nagyon szoktam dúdolni, mert a családom nem nagyon szereti. Nagyon érdekes, de gondolj el, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy
ha egyedül vagyok, dúdolok persze mindig, mert mindig kitalálok új nótákat, vagy a repertoáron próbálok újítani, és ilyenkor muszáj az ember átgondolni, vagy egy hangszer mellett, vagy ha másnap fürdőszobában. Az én egyébként, az én lelkem mélyén a sanzonokat szeretem nagyon, a jazz muzsikát szeretem nagyon, és ha még egyszer születnék, akkor én egy bár zongorista lennék, és mindent játszanék. Sajnos kihagytam az életemből, hogy csak nagyon rosszul játszok zongorán. Majdnem minden hangszeren játszok, de nem profi módon. Inkább az éneklést választottam. De ha még egyszer kezdenék, én bárzongorista lennék, és ott minden műfajt játszanék. Minden műfajt. Főleg tudja ezeket a seres-rezső nótákat, hogy a fizetek főr volt egy feketén, meg az, hogy szeressük egymást gyerekek, meg az, hogy mások vittek rossz utakra engem. A mások bűne az én. Tudja ezeket a régi nótát, aminek minden szava, minden ékezete igazság. Már újat nem tudom mondani, mert ezek a nagy régi szerzők olyan szépen megdalolták, meg megzenésítették és megszövegírták ezeket a nótákat, hogy már újat nem tudunk kitalálni. Ezeket mi felújítjuk, és akkor ott beékelem a közönségbe. Amikor hangolódunk ki, nincs koreográfiánk, a táncosoknak van. Nekem nincs koreográfia, amikor kijövök, megnézem a közönséget, és látom, hogy idősebbek vannak, látom, hogy gyerekek is vannak, fiatalok is vannak, van magyar, van roma közönség, és akkor úgy próbálom összeállítani, mint egy virágcsokrot, a virágkötő, hogy próbálom eltalálni az ízlést az embereknek. Az a lényeg, az a titka az egésznek, hogy mi eltaláljuk az ízlését a közönségnek, hogy azt énekeljük, amit ők akarnak hallani. Az első két nóta arra kell, hogy fölmérje az ember, hogy mi az ízlés a közönségnek. Az a művész, aki nem tudja az első két nótalat, tudja mit, az első nótalat fölmérni, hogy mi kell ennek a közönségnek, az már nem is tudja a szakmát igazán. Ezt nem megtanulni lehet, ez hozik el az emberek magáit a vérből. Persze sok mindent ugye az idők során az ember kigyakorol, megtapasztal. Nem tudok elég okos lenni. Én mindig ott találom ki azt a viccet, azt az összekötő szöveget, igyekszem adhok kitalálnod. Azt szereti a közönség, ha nem begyakorol, bepróbál dolgot csinálunk, hanem látja rajtunk, hogy ott találjuk ki, hogy az nekik szól, hogy az nekik van címezve. Akkor őket szíven találja, vagy a lelkük közelébe találok, és ezért ők nagyon hálásak. Ezért tapsolnak, és ezért legközelebb is meghívnak bennünket, most már lassan 45 éve. Hogy gyere táncolj, cikányi, ez a táncos régedet jár. Hát elhiszom az utolsó vízemet, hát köszönöm, hogy szerettelek végedet. Gyere, 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 gyere. Hát elhiszom az utolsó vízemet, nem válom, hogy szerettelek téged, de a falu végén a kis kutyóban a sukán cigánt. Ravia lettem, de nem felejt, szélni szögre álmát. Szereti mást azonnal, én nem tudom, álmaimban mindig csak rá gondolok. Gyere, hopp, 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 ez a mázos nekem jár. Elhiszom az utolsó vízemet, ugye mi jár a fejemben? Megfogott az a mondata, hogy kedveli a jazz. Elkezdtem mantrázni azokat a jazz zenészeket, azokat az ikonokat, akiket a legjobban kedveltem ez alatt a 60-valahány év alatt, amit megéltem. Kezdem, Pege Aladár. Hát ennél cigányabb cigány nem nagyon lehetséges. Szakcsi Lakatos Béla. Hát annál cigányabb cigány nem nagyon lehet. Mondhatnám Raduli Mihályt, a Lakatosékat. Tudja, a jazz zene olyan széles, olyan tág, olyan sokoldalú, olyan sok lehetőséget tartalmaz a jazz, hogy Bartók Béla először nem akartuk tudomásul venni, hogy földolgozt, azt mondta, hogy olyan minőségű a magyar népzene, hogy ahhoz hozzányúlni nem enged, nem szabad. Persze ő is földolgozta, Kodá is, de azt mondta, hogy a jazzet nem engedi be a magyar népzenébe, az ő által földolgozott, ezt mondta Bartók Béla. Na ma tessék csak meghallgatni megnézni a zeneirodalmat, hogy a híres, nagy hírességek, zenei művészek ugye mind földolgozták a Bartók zenét, földolgozták, meg a külföldi nagyságok is földolgozták a Bartók nagy zenei kompozícióit jazz
variációkban. Azt árulja el nekem, hogy beszélgetésük végén, mikor fogja megajgatni megint az újvárosi közönséget? Hát én megmondom őszintén, szeretnék erre most válaszolni, ez úgy szokott nálunk lenni, és erre egyszerű válasz, akkor, amikor újra meghívnak bennünket. Úgy köszöntöm el tőlük, hogy a viszontlátásra, ezt biztos hallották az illetékesek is, úgyhogy kedves közönség, viszontlátásra. Na most ezt a notát biztos, hogy nem ismerik bennünk. Most őt keresek. Szegény vagyok, szegénynek születtem. Az én rózsám, a legszebbik kincsem, mert a nézőségnek a járásán, a csípőjének a rintásán. Száz aranyért nem adnám, száz aranyért nem adnám, mert a nézőségnek meg a járásán, a csípőjének a ringásán. Száz aranyért.